Termetes faág szakította be ennek a háznak a tetejét még augusztus elején Nyíregyháza belvárosában. A szomszédos épület sem járt sokkal jobban. Idén nyáron is több alkalommal okozott jelentős károkat a nagy erejű szél, a jég és a hirtelen lezúduló eső. Mind a viharok erőssége, mind azok száma jelentősen megnőtt az elmúlt években hazánkban. Mi korábban 4-5 évente volt nagy károkat okozó nyári vihar, most már 3-4 évente, mondta el megkeresésünkre az egyik nyíregyházi Alkusz cégvezetője. Nem csak a lakásokra, társasházakra, hanem gépjárművekre is gondoljunk, amikor egy jégeső kár volt, ugye 2 évvel ezelőtt Nyíregyházán egy nagyobb jég verte el Nyíregyháza nagy állományú gépjárművát. Most meg Debrecenben volt egy hónappal ezelőtt ilyen nagyobb mennyiségű jégeső, illetve ha maradunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, akkor a mezőgazdasági kultúrába is nagy károkat okozott. Kisvárda környékén egész almás sorokat döntött ki a viharos előszél. A MABISZ jelentése szerint a káresetek számában ugyan nem, de a kifizetett összegeket tekintve kirívó volt az idei vihar szezon. A biztosítók május 1-e és augusztus vége között több mint 9,1 milliárd forintot fizettek ki, vagy különítettek el kárrendezésre a bejelentések után. Legtöbbször kiöregedett fák zuhantak épületekre, járművekre, cserepek, redőnyök sérültek meg a nagy erejű széltől vagy a lehullott jégtől. Fontos azonban tudni, nem minden kárt fizet a biztosító. Az úgynevezett viszmajor eseteknél például nem térít. Amikor az adott épület tulajdonosa, mint felhasználó, szerkezetéből keletkezik egy káresemény egy idegen harmadik személynek, de ha annak az idegen harmadik személynek mondjuk egy gépjármű is nincsen kaszkóbiztosítással lefedve, és a tulajdonos egyébként jól megépítette az épület szerkezetét, nem tehető felelőssé a keletkezett hibáért, ebben az esetben viszmajorról beszélünk, és a biztosító nem fog téríteni. Ebből ugye azt kellene leszűrni, hogy ha engedi a pénztárcánk, akkor a gépjárművünket és ugye kaszkóbiztosítással fedezzük le. Ezen a nyáron feltűnően sok volt a jégkár, a főváros mellett pedig többek között Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét sújtotta leginkább az időjárás. A vihar szezon egyébként véletlenül jóval több kárt okozott a lakosságnak, hiszen nagyjából minden negyedik ingatlannak nincs biztosítása, és ezeknek a károsultaknak a veszteségei nincsenek benne a kár kifizetési statisztikánkban.